Sia. Sia. Miről fogunk beszélni ma? Ma szeretnénk nektek egy kicsit az isteni gondviselésről mesélni, arról, hogy Isten akkor is gondot visel ránk, amikor még nem is ismerjük. Ezért soha nincs okunk aggódni. Így van. És van egy elég erős példánk erre. Rám gondolsz? Igen. Jó. Nekem volt egy nagyon komoly autóbalesetem, volt egy nagyon komoly autóbalesetünk a Helyes Beat zenekarommal. Konkrétan egy fellépésre mentünk éppen, tele volt a busz, és ez a komoly autóbaleset, ez súlyos sérülésekkel is járt, automatikusan jogi procedúrát vont maga után, és ebben a jogi procedúrában, ami majdnem 3 évig húzódott el, és rengeteg rémálommal, a részemről rengeteg rémálommal, olykor halucinációkkal, görcsökkel, tele aggódással járt, és ez a 3 évnek a végén minden egyértelműnek tűnő bizonyíték ellenére engem hozott ki a bíróság felelősként a balesetért, és minden kártérítést és minden jogi költséget nekem kellett téríteni. Viszont mire vége lett ennek az ügynek, minden aggódásom dacára tökéletesen gondot viselt az Isten anyagilag ezekről a terhekről. Olyan szinten, hogy amikor megjött a legeslegvégén a perköltségről a 420-valány ezer forintos csekk, pár órára rá jött egy olyan zenei produceri megbízásom, ami 450 ezer forintról szólt. Úgyhogy Isten a lehető legjobb értelemben teljesen bolondot csinált belőlem, és megmutatta, hogy végig meg volt a tökéletes forgatókönyv. És nem csak anyagilag viselt gondot, hanem az aggodalmadat is teljesen. Teljesen. Sükörte. Mondhatom, hogy egy teljes életre megtanított arra, hogy soha ne aggódjak. Igen, ez nekem is meg kellett tanulnom, bár nekem talán olyan szempontból picit nehezebb dolgom volt, hogy én nem is ismertem még Istent, amikor volt egy olyan része az életemnek, amikor hirtelen egyszerre veszítettem el mindent, a munkámat, a lakást, amiben éltem, és én teljesen kilátástalannak éreztem az életemet. Ennek ellenére, hogy nem láttam abszolút a kiutat, mégis pillanatok alatt, egy hónap alatt megoldódott az egész szituáció, és teljesen különböző helyekről jöttek a megoldások, amiknek tulajdonképpen semmi logikai értelme nem volt. És olyan szintű gondoskodást éreztem, és ez nem jöhetett máshonnan, csak Istentől. És de erre később jöttél rá. Így van, hiszen akkor még nem ismertem őt. És érdekes, mert egyébként Istent az életembe tulajdonképpen te hoztad el. Igen, volt egy pont, amikor megfogalmaztam magamban, hogy milyen társat szeretnék magam mellé, amikor ezen elkezdtem gondolkozni, és volt egy listám. És egyszer csak megjelentem. Így van. Elég sok mindent kipipált a listáról. Hát az elején, amikor még nem voltam hívő, még nem tértem meg, akkor azért egy kicsit nehéz volt megemészteni, hogy az összes szerelmi vallomás végén ott volt egy apró betűs rész. Igen, amikor szerelmet vallottam, akkor mindig hozzátettem, hogy egyébként, tudod, nem, viszont nem te vagy az első helyen az életemben, és nem is leszel az első helyen az életemben. Ez nagyon sokat segített az udvarlásban. Igen. Ez az apró betűs rész. De aztán, amikor megtértem utána, nagyon gyorsan megértettem, hogy miért van ez. Úgyhogy azóta elképesztő hálás vagyok én is minden gondoskodásért, amit kapunk Istentől. És folyamatosan most is próbatételekben vagyunk, de van egy elképesztő erős támogatónk a háttérből. Most már simán tudjuk, hogy egyáltalán nincs okunk aggódni, és erre bátorítunk mindenkit, hogy nem érdemes aggódni, mert a mennyei gondviselés az mindig ott van.